pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. Bački Bunjevci, jugoslavenska etnička skupina koja govori hrvatski jezik i rimokatoličke vjeroispovijesti. Tamburaški sastav Gazde je dao koncert. Na obljetnici grada su nastupili svirači. Srebrna krila. Prvi glazbeni i gastronomski susret u Mišljenu. Prisjećali su se na Franju Vlašića, poznatog hrvatskog bana koji je rodom iz Dombovara. Kulturu mnogonarodnosti Bačke u 17. stoljeću su dalje bogatili na teritoriju pristigli Bunjevci, koji su jugoslavenska etnička skupina. Govore hrvatski jezik i rimokatoličke su vjeroispovijesti. Učenici Pečuškog obrazovnog centra Miroslava Krleže su se mogli upoznati s tom skupinom. A bunyevácok eredetéről, nemzeti etnikai hovatartozásáról megoszlik a tudományos szakirodalom állásfoglalása. A Bácskában élő horvát népcsoport tagjai a nyugat-hercegovinai nyelvjárás íző változatát és a latin betűket használják, bár nyelvük közelebb áll a szerbhez, és nagyon közel áll a horvát irodalmi nyelvhez is. Vallásukban a horvátokhoz kötődnek. A bunyevácok több magyarországi néprajzi csoporthoz hasonlóan viseletükön keresztül igyekeztek a világ elé tárni anyagi helyzetüket. Hímzéseiken kedvelték a fehér színt, és nagyon ügyeltek a színnel együtt járó követelményre, a tisztaságra is. A népcsoport kultúrájából kaphattak egy kis ízelítőt a pécsi Miroslav Kleža oktatási központ diákjai. Mindenkinek a sajátja a különleges. Nekem mindig is a ez volt az első szó, amit otthon tanultam, itt tanultam meg beszélni. Nekem ez a szívemben van, és ezért nekem különleges, de minden népcsoportnak a sajátja valószínűleg a legkülönlegesebb. Próbáltam, hogy az egész iskola részt vegyen ebben a, hogy bemutassák az én nemzetiségemet, és így az óvónénit kértem meg például, hogy az elsősöket, az óvodásokat tanítsa be. Akkor, mivel én népismeretet tartok, így a népismeret óra keretein belül 8-osokkal készítettem elő a színdarabot, meg a táncot 7.-6.-ba, és akkor vannak egy-két, próbáltam azokat a gyerekeket is berakni, akik bunyevác származásúak, akkor ők fognak szavalni szintén bunyevác verseket, és így próbáltam, hogy mindenki részt vegyen. Az iskolának vannak népviseletei, bunyevác népviseletei, a táncosaim például abban lesznek, de otthonról hoztam saját népviseleteimet, a szüleimét hoztam el az énekeseknek, meg akik szerepelnek a színdarabba, ők, de azok sem már eredetiek, mert a mi népviseletünk ugye Sejemből készült, ami az idők folyamán teljesen szétment, eredeti nekünk nem nagyon van, ezek már mind később lettek. Mi ugye bunyevác táncot táncolunk, lesz benne kóló, páros táncok és mindenféle. És szerintem azért fontos, hogy megőrizzük a régi népnek a szokásait, úgymond, a táncait, azt a sok boldogságot, amit adtak nekünk, és ezt fontos, hogy megtartsuk. Én ugye táncolok a Tanac néptánc, egy horvát néptánc együttesben, és ott ugye táncolunk bunyevásztól kezdve minden egyes népcsoportot, és sok helyet meg is látogatom. Ez a saját ruhám, már hogy én bunyevác vagyok, a nagyszüleim anyukám oldaláról. Ilyen Bács-Kiskun megyéből jöttünk, és nekem nagyon fontos, hogy a nagyszüleim hagyományát megőrizzem, és ugyanúgy én is abban a tánccsoportban táncolok, ahogy a család, a Tanácba, és nekem a legjobb szerintem a bunyevác, mert nyilván abban érzem jól magam, ha rajtam volna egész nap ezt a ruhát hordanám. Az egész identitása azon alapul,
hogy a nyelv, meg hogy hova tartozás, meg hogy megismerjék az egész horvátságot, megismerjék az őseiket, a nagyszüleiket, és persze órákon is megjelenik, de nagyon fontos az, hogy legalább egyszer egy évben legyen az, amikor csak erről van szó, és hogy ez mit jelent, és ez keresztül megy a nyelven, a kultúrán, a hagyományokon, a verseken, a játékokon, és ezt szerintem jobban megjegyzik, mint hogyha órán mondanánk el. Nagyon szeretik, a nagyobb korosztálynál azért már nyűg, hogyha meg kell tanulni verset, de amikor már odaérnek és ott vannak, akkor látják azt, hogy milyen jó, meg amikor a szerepek vannak, vagy a táncok, azt nagyon szeretik, a kicsik főleg. Hát a kicsiknél, akik még nem tudják annyira a nyelvet, neki természetesen a mozgás, a tánc, az ének, az nagyon sokat jelent. És a nagyoknál viszont, amikor már ott vannak, hogy tovább jutottunk, meg nyertünk, meg nagyon jó, meg látják a társukat, hogy mi van, azt nagyon szeretik. Ha a Bácskában a magyar és a szerb oldalon egyaránt élő bunyevácokat egységes nyelvi, vallási és kulturális egységnek tekintjük, a népcsoport lélekszáma megközelíti a 100 000-et. A hazai népszámlálás adataiból kitűnik, hogy a magyarországi Felső-Bácskában a hagyományosan bunyevác települések mindegyikén a bunyevácok többsége horvátnak vallja magát. Kožne jakne i tambore su obilježja sastava gazde. Hrvatski orkestar je dao koncert u Šiklošu povodom Dana grada. Priredbu je posjetio generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, odnosno predstavnik pobratimljenog naselja Šikloša. Horvátországi Gazde együttes adott koncertet Siklóson. A szomszédos nemzet sokszor a zágrábi Beatles tamburákkal névvel is illeti a zenekart, akik most a magyar közönség előtt mutatkoztak be. Mi smo band Gazde iz Zagreba. Sviramo već jako dugo vremena, imali smo priliku svirati u Mađarskoj već sigurno jedno 7, 8 ili možda i 15 puta. Drago nam je da smo večeras ovdje u Šiklošu i mogu reći da ćemo i večeras kao i na svim našim nastupima osvirati sve najbolje stvari, sve najbolje pjesme koje smo snimili. Mi smo došli ovdje na poziv organizatora preko Hrvatskog veleposlanstva iz Pečuha i osvirat ćemo večeras ovdje program od jedno sat i pol, tu negdje otprilike, gdje ćemo, kao što sam rekao, staviti sve najbolje naše stvari koje smo snimili na čak 10 albuma. Zapravo čak da, bili smo prije jedno 7-8 godina na otvorenju terme. Na otvorenju termi ovdje, ali ima već tome 7-8 godina, slabo se sjećam. Pa ništa, nego evo, mogu reći da sljedeće godine slavimo 30. godišnjicu benda Gazde i da ćemo raditi sigurno veliku turneju po Hrvatskoj, pa se nadam da ćemo neke od nastupa odraditi i u Mađarskoj. Koncert egyébként a Siklós 45 elnevezésű programsorozat része volt. Itt a Baranyai település testvérvárosának turisztikai egyesülete is képviselte magát. Sve vas lijepo pozdravljam ispred grada Donjeg Miholjca, ali evo i turističke zajednice grada Donjeg Miholjca. Prenosim pozdrave našega gradonačelnika gospodina Gorana Aladića i također i svih naših sugrađana, odnosno građana grada Donjeg Miholjca. I u osobno ime vam želim čestitati ovu veliku obljetnicu statusa grada Šikloša. Osobita nam je čast biti pobratimljeni grada Šikloša i nadam se da ćemo i u buduće surađivati na razno raznim projektima i na raznim područjima po pitanju sporta, kulture, gospodarstva
I evo što reći, želim vam danas sretan dan grada. A rendezvényen a Horvát Köztársaság magyarországi főkonzulja Dragó Horvát is köszöntötte a megjelenteket. Prije svega želim se zahvaliti gradonačelniku Gaboru na pozivu i vama građankama i građanima grada Šikluša. Naravno čestitati vam godišnjicu dana grada, 45. obljetnicu, iako je Šikluš u povijesti bi imao status grada. Tek vam je 45 i ako imate prekrasnu tvrđavu i vidi se da ste vi bili grad kroz povijest. Drago mi je da je predstavnica turističke zajednice iz grada Donjeg Miholjca ovdje i da je nagovijestila još bolju suradnju između dva prijateljska grada. Hrvatski sastav Gazde je jedan od najboljih sastava u Hrvatskoj, znači sigurno će nam biti ugodno i zabavno. Živi, zdravi, veseli bili i svako dobro povodom vašeg rođendana. A siklusiak szép számmal vettek részt a Gazde zenekar fellépésén. Az együttes egyébként megalakulásuk után mindössze egy hónap alatt lett egy ismeretlen környékbeli zenekarból média és pop attrakció. Manapság már könnyen felismerik őket a bőrkabátnak és a tamburának köszönhetően. U Mišljenu 26. ožujka održan je prvi hrvatski glazbeni i gastronomski susret, na kojem nakon cjelodnevnih programa slijedio je niz koncerata. Niz su započeli Vlado Kalember i Srebrna krila. Čitala je ona, mladanačke oči. Starija je bila i ne toliko lijepa. Sastav Srebrna krila je osnovan već davne 1978. godine. Svakako trebamo naglasiti da je Srebrna krila postala jedna od najpopularnijih bendova bivše Jugoslavije, a ta popularnost karakterizira ih još i danas. Grupa Srebrna krila postoji već dugi, dugi niz godina, 44, strašno. I sad, to je malo nezgodno pitanje, onaj tko ne zna za nas, bojim se da neće nas ni sad upoznat, tako da, ali nadam se da barem netko zna po neku pjesmu, jer mi imamo dugi staž za sebe i puno pjesama. Možda ovi vrlo mladi, kad budu čuli pjesmu, će reći, aha, to je to. Znači, neće povezati ime i pjesmu. U Mišljenu su se začuli njihovi stari hitovi poput Ana, Ja nisam kockar, Zakuni se ljubavi, koji hitovi su ih proslavili diljem istočne Europe. Došli smo autom, nemam pojma, ja nisam vozio pa ne znam kojim putem, upalili smo GPS, nemam pojma koliko sam puta bio u Mađarskoj, jer već dugi niz godina dolazimo tu pa ne znam. Ma evo, mislim, u mojim godinama, 4-5 godina gore dole, to i nisu tako velike brojke, da. Pa se ne mogu sjetiti. Brojni nastupi, brojni gradovi, brojne države i brojni hitovi karakteriziraju njihov kult. Već su mnogo puta posjetili i naše Hrvate u Mađarskoj, a i sada smo mogli zajedno zapjevati najpoznatije njihove pjesme. Mi smo djeca, mi šetali smo po zimu.
sam te prvi put poljubio ja. Prisjećali su se na hrvatskog baruna Franju Vlašića, rodom iz Dombovara. Hrvatski je ban kao vojnik u napoleonskim ratovima postigao priznanja. Odlikovan je viteškim križem reda Marije Terezije. Godine 1824. postaje feldmaršal, lajtnant, danas general pukovnik. 1832. godine postao je banom Hrvatske i Slavonije. Podupirao je rana mađarska nastojanja u vezi s Transilvanijom. Na prisjećanju je bio nazočan i Mladen Andrlić, veleposlanik Republike Hrvatske u Budimpešti. A hagyományok szerint Franjo Vlašić horvát bánszobránál koszorúzással kezdődött a Városnapjának rendezvénysorozata Dombóváron. Az ősi horvát Brinjei nemzetség sarja Franjo Vlašić katonaként a napóleoni háborúban szerzett érdemeket, melyekért Mária Terézia lovagkereszttel tüntette ki. 1824-ben vezérezredesi, 1831-ben pedig tábornoki rendfokozatot kapott, és egy évvel később lett Horvátország és Szlavónia bánja. Támogatta a horvát megújhodási mozgalmat, és védelmezte Horvátország Rijekával és a tengerparttal kapcsolatos jogait. Frankovics György, horvát etnográfus író ismertetése szerint Franjo Vlašićot 1833-ban nevezték ki erdélyi polgári és katonai biztossá. Ebben a minőségében támogatta az erdélyi ellenzéki arisztokrácia alkotmányos törekvéseit. Franjo Vlašićban Dombováron született, lehet nyugodtan mondani történelmet visszatekintve, hogy Franjo Vlašićban a legmagasabb rangú vagy titulust elérő szülöttje Dombovárnak, hiszen báni rangot ért el, hasonló kaliberű szülöttje nincs Dombovárnak. Ugyanakkor reprezentálja azt a közös monarchiát megelőző, de közös 816 éves együttélést, amiben a horvátokkal éltünk, és ahol természetes volt, hogy abban az időszakban ki és hol élt, hol született, de a tehetsége volt, megvalósította az álmait. Én gondolom, hogy Franjo Vlašićban is ilyen alkat lehetett, hiszen ha nézzük az érdemeit, olyan magas kitüntetéseket elt, ha csak nem csak a címét, az összes háborút az akkor itt végigjárta, eljutott a katonai ranglédának a legmagasabb fogára is. A mai nap apropóján pedig az volt, hogy amióta horvát önkormányzat van, és hogy a harmadik ciklust csináljuk, ezt mindig megünnepeltük, és kezdetektől fogva kapcsolódtunk a város napjához, tehát április 1-jéhez. Egyébként hasonlít tulajdonképpen, mert áprilisi születésű Franjo Vlašićban is, tehát ez a némi eltolódás viszont a város napja egy jó alkalmat teremt arra, hogy egy keretbe illesztve ünnepi körülmények között tudjuk megtartani. Nem is tudom, hányadik alkalommal tartjuk már, ugye a tavalyi év az sajnos a vírus miatt kimaradt, de most ismét visszatérhetett a város is a hagyományos április elsőjezés is, mi is. Sajnos az időjárás közbeszólt, annak ellenére megtartottuk, és nagyon örülünk, hogy ennyien megtiszteltek bennünket a környékből és Dombóváról is, ugyanakkor pedig a prominens vendégeink is, ahogyan látni lehetett, tulajdonképpen minden jöttek, akiket hívtunk. A dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat Franjo Vlašićban születésének 256. évfordulójára szervezte a koszorúzást a Vlašić udvarban. A megemlékezésen részt vett Mladen Andrić, a horvát köztársaság budapesti nagykövete is. Olyan teški vremenima, ali kad smo svi isprepleteni, jel da? Još dodatno, sa svim mogućim tehničkim, prometnim i drugim sredstvima. U tim i takvim vremenima sigurno je poruka zajedništva, poruka povezivanja, poruka dobrih veza uvijek dobra poruka. Teško nam je danas uopće zamisliti da neko ko je rodio se i počeo ovdje u Dombovaru, jel da, je uspostavio vezu, došao skroz do Jadranskog mora, bio u Hrvatskoj banom, kretao se po svim tim prostorima nekadašnjeg kraljevstva i imao uspješnu karijeru.
A danas u ovim vremenima kada je sve pokretno, brzo, prebrzo, jednostavno dolazimo do nekih drugih i težih situacija. Zato vidimo da nije dovoljno imati samo dobre odnose između Hrvatske i Mađarske ili Mađarske i Hrvatske, nego širiti to jedno zadovoljstvo dobrim odnosima, širiti tu jednu dobru suradnju, taj jedan dobar osjećaj. Dobra poruka proslave, dobra poruka novog pogona, dobra poruka dana grada Dombovara. To su sve dobre poruke na koje smo pomalo zbog pandemije i svih drugih ovih teškoća zaboravili. Zato uživajmo u tome. A szülőföldnek sírhangjelöltjei vagyunk, és egyhangulag megválasztott emlékei. Mert az utolsó hely az, ahol nevünk emlegetése kilóg van. Amikor mindenütt elfelejtettek, a szülőföldnek még mindig akad mondandója rólunk, ha csak sóhajnyi növekedés is. Lám. Ez az ember földarabolta a bölcsőjét, apró piros bárkákat készített belőle az utána jövőknek. Ez az ember elment innen, de csak azért, hogy visszatérhessen fügyőkérnek az erózióban. Hvala vám na današnjoj pažnji i vidimo se opet. Thank you.